Folytatta a gázai övezet elleni támadásait Izrael. Ezúttal a Jabalia nevű településen voltak a legnagyobb összecsapások a területet uraló Hamász fegyvereseivel. A zsidó állam hadserege kitart a Rafah elleni offenzíva mellett is. Az egyiptomi határ közelében található településről eközben tömegesen menekülnek a palesztinok. Ismét izraeli tankhadosztályok hatoltak be Gázába. A zsidó állam hadserege ezúttal Jabalia város közelében vetette be a páncélosait. Állításuk szerint azért, mert a Hamász fegyveresei próbálják visszavenni az irányítást a település felett. A szárazföldi támadást tüzérségi és légi támogatással indították meg. Jabaliában több helyen füst szállt fel a bombázás után. Az izraeli hadsereg rohamcsapatai is bevonultak a városba. A zsidó állam katonái számos házat elfoglaltak, több helyen tűzharcot vívtak a Hamász milíciákkal. Lyukat ütött egy askelóni lakóház tetején az a rakéta, amit Gázából indítottak Izrael ellen. A házban hárman könnyebben megsebesültek, a közelben élők többsége időben eljutott az óvóhelyre. Pont mire elaludtunk, hirtelen megszólaltak a légvédelmi szirének. Az óvóhelyre mentünk, ahogy kell a gyerekekkel. Amint beértünk, pár másodperccel később hangos robbanást hallottunk. Mesélt a támadásról egy izraeli férfi. Halálosabbnak bizonyult a Deir al-Balah ellen indított izraeli légicsapás. A gázai övezet közepén található településen 8 emberrel végzett a zsidó állam támadása. Az elhunytakat egyszerre temették el. Eközben a térségbe egyre több palesztin érkezik, miután Rafahot kénytelenek elhagyni az izraeli hadsereg offenzívája miatt. Sokan már minden értéküket elvesztették, sátraik is szinte teljesen tönkrementek. Az izraeliek szórólapokat dobtak le a levegőből Rafahban. Amikor már negyedjére hulladtak ránk a papírok, akkor döntöttük el, hogy eljövünk. Amikor ideértem, észrevettem, hogy a sátrom elszakadt. Ebben éltem 5 hónapig Rafahban, de a sátor eddig bírta. Próbáltam összevarni, de menthetetlen. Számolt be meneküléséről egy palesztin nő. Folyamatos robbanások rázzák meg Rafahot, az izraeli hadsereg szünet nélkül támadja a várost, amelyet a Hamász utolsó fellegvárának tartanak. Az izraeli védelmi erők folytatják a precíz hadműveletet a Hamász ellen Rafahban. Célunk a Hamász legyőzése és a túszok hazahozása. A hadművelet kezdete óta több tucat terroristával végeztünk, számos alagutat felfedeztünk, és rengeteg fegyverre bukkantunk. Hangsúlyozta az izraeli hadsereg szóvivője. Daniel Hagari ismét leszögezte, hogy a zsidó állam nem Gáza lakossága, hanem a Hamász ellen indított háborút.